estét kívánok, kedves nézőink! Tegnap egy hetes választókörzetben volt választás, és időközi választás, és 48 a szavazatok 48%-ával Szabó Péter győzött a választásokon, aki most már egyben alpolgármester is, egyben a hetes választókörzet tagja is, és hát még mindemellett a Fidesz alelnöke is. Gratulálunk mindnyájunk nevébe, és volt ünneplés tegnap este? Természetesen volt. Az ünneplést megelőzően, és amíg ugye megkaptuk az eredményt, addig azért egy kicsit izgultunk, de miután kiderültek az eredmények, természetesen ünnepeltünk. Elég sokan összejöttünk, egy olyan 30-40 fős társaság, akik nagyon sokat segítettek a kampány során, és közösen, felszabadultan ünnepeltük a győzelmet. Eljött mindenki? Most itt gondolok, önök kötöttek egy együttműködési megállapodást a Fidesz-KDNP, illetve a Fidesz-KDNP szervezete, a Süli János vezette néppárttal, és a kereszténydemokraták is nyilván részt vettek, sőt, hát most már beszállt az ön korábbi pártja, a lokálpatrióták is. Eljöttek minden pártól? Igen. A Fidesz részéről természetesen, de a kereszténydemokrata néppárt is jelen volt, képviselte magát a tagság is, és az elnökség is, és civil szervezetek is, így igaz, a lokálpatriótákkal együtt ünnepeltünk. Kicsit nézzük meg, van egy táblázatunk, most nemrég került fel a választás, választás.hu-ra, és ez a legfrissebb eredmény. Ugye ezt már lehetett tegnap tudni, ezt az eredményt. Mennyire lehetett ezt borítékolni, amit most itt a nézők látnak? Tehát ugye a nézők azt látják, hogy Szabó Péter 234 szavazatot kapott, Mezősi Árpád 183 szavazatot. Tulajdonképpen kettőjük között volt nagyobb a verseny. Mennyire lehetett borítékolni a résztvevők számát, arányát? Lehetett sejteni, hogy ilyen százalékos lesz a részvételi arány. Azt hiszem, olyan 26-27% volt a részvételi arány. Ebből lehetett következtetni azért arra, hogy ilyen alacsony részvételi aránynál azért szoros lesz a végeredmény. Igen, ezt a latolgatások között mondták is, de igen. De mit jelent ez az önök számára, hogy nem sikerült mozgósítani az ott lévő lakosokat? Ugye, ha jól emlékszem, majdnem 2000 fő igen. Szavazásra jogosult volt ebben a hetes uh-huh. választókörzetben. Tehát, hogy nem sikerült mozgósítani őket, vagy mi lehetett az oka ön véleménye szerint, hogy ilyen kevesen mentek el, hiszen azért Pakson mindig nagyobb tétje van a választásoknak, mint mondjuk más helyeken. Ez jellemző volt Pakson mindig. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy nem erről volt szó, hanem arról, ami országosan is jellemző, hogy időközi választás esetén nagyon alacsony a részvételi arányszám. Tehát én azt gondolom, hogy mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lakosság felé közvetítsem az elképzeléseimet, amit majd ugye képviselőként meg szeretnék valósítani. Tehát több lakossági fórumot tartottam, ugye szórólapokon keresztül is tartottam a kapcsolatot a lakossággal. Én azt gondolom, mondom még egyszer, hogy mivel időközi választásról volt szó, szép idő is volt aránylag, tehát napsütéses, kellemes tavaszi időjárás. Csábított az embereket a kis kert. Így igaz. Én azt gondolom, hogy ez az, ami közrejátszott abban, hogy 26%-os volt a részvételi arány, de hangsúlyozom még egyszer, hogy országos szinten időközi választáson körülbelül ennyi szokott lenni a részvétel. Hozzátenném még azt is, hogy azért jelen esetben itt, hát idézőjelben csak képviselőválasztásról volt szó, tehát nem arról, hogy esetleg polgármestert és az egész képviselőtestületet kellett volna újra választani időközi választás kapcsán. Milyennek ítéli a kampányt? Ugye több helyen is részt vettek önök.
több helyen is megmérkőztek, önök jelöltek a Fortuna Rádióban is, itt a Telepaks stúdiójában is, és így aztán több helyen össze is mérték a programjaikat a nézők így, vagy a választók így könnyebben tudtak talán dönteni. Hogyan értékelte ezt az egész választási kampányt? Én azt gondolom, hogy tényleg egy nyugodt és kiegyensúlyozott kampány áll mögöttünk, de ezt azt hiszem mondhatom a többi képviselőjelölt társam nevében is, mert aztán a választási vita műsort követően, vagy a rádió műsort követően azért mi még maradtunk és beszélgettünk képviselőjelöltek, és azért merem nyilatkozni az ő nevükben is, hogy egy alapvetően nyugodt kampányról volt szó. Azt gondolom, hogy egy-két kivételtől eltekintve azért a körzetre koncentráltunk, tehát nem akár a városi nagypolitikára, vagy akár az országos nagypolitikára, tehát mindannyian igyekeztünk azért a körzet problémáival foglalkozni a kampány során, és arról próbáltunk meg eszmecserét és vitát folytatni. Tehát én ha mondhatom, én nagyon jól éreztem magam a kampány során, a lakossággal is alapvetően megtaláltam a hangot, tehát... Annak ellenére is, hogy azért itt a városi, vagy a televíziós vitaműsorban azért próbálták satúba szorítani, Mezősi Árpád és Gáspár Viktor egyaránt, tehát itt önt azzal próbálták... nem is kellemetlen helyez, de tényleg, ahogy fogalmaztam, sarokba szorítani, hogy ön könnyen kampányol a város 7 éves programjával, fejlesztési tervével, hiszen ön alpolgármester is, és ez ugye nem egyedi képviselőjelölti ígéret, vagy ígérvény, hogy ezt majd megvalósítják, hiszen ez mindenképp megvalósul. Igen, hát azt én is tapasztaltam, hogy képviselőjelölt társaim valamilyen szinten engem tartanak esélyesnek, tehát a kampányidőszakban engem tartottak esélyesnek, ami aztán szerencsére be is igazolódott, és éreztem azt a nyomást is a részükről, hogy ugye próbáltak hát valamilyen fogást keresni rajtam, de például ebben az esetben, hogy én a város gazdasági programjára hivatkoztam, már akkor is elmondtam, hogy ez az ő számukra is hozzáférhető volt, és természetesen ők is felhasználhatták volna, ha elolvassák és merítenek belőle különféle dolgokat, azokat fel lehet használni, én azt gondolom, egy kampány során, hogy mi az, ami megvalósul, és mi az, amire valóban van keret is. Igen, és gyakran képviselőjelölt társaim, és ezt nem szemrehányásként mondom, de az elején is mondtam, hogy néhány kivételtől eltekintve a körzettel foglalkoztunk, de azért képviselőjelölt társaim előhoztak egy-két olyan dolgot is, nekem szegeztek egy-két olyan dolgot is, ami mondjuk az egész városra vonatkozik, tehát a nagyvárosi politikára. Nyilván a kampány része ez, tehát természetesnek kell vennünk, meg kell szoknunk. A harc, hát legyen a harc, mindenki győzni szeretne. Gyakorlatilag ugye elmúltak az ünnepek, ahogy mondja, tegnap este megünnepelték ezt, ma kezdődött már a munka. Egy kicsit beszélgetünk az ön alpolgármesteri feladatáról. Mennyiben változik most ez? Mennyiben lesznek változások a napi rendjében, a programjában attól, hogy most már önálló képviselő, választókörzeti képviselő is? Nem sokban borul fel azért a napirendem. Ugye én alpolgármesterként ugyanúgy, hogy másoknak is vannak, vagy hogy másoknak is van civil foglalkozása, nekem ez a civil foglalkozásom jelenleg, tehát főállású alpolgármesterként végzem a dolgomat. Emellett pedig most már a mai naptól kezdve képviselőként is dolgozom, úgy, ahogy sok más képviselő is egyébként ugyanezt teszi, tehát főállása mellett képviseli az adott körzetben lakóknak az érdekeit. Én is hasonlóképpen fogom ezt tenni, tehát alpolgármesteri teendőim mellett én azt gondolom, sőt tudom, hogy össze fog férni a kettő, hogy a hetes körzetben lakók érdekeit képviselni tudom, sőt
azt gondolom, hogy mivel alpolgármester vagyok, azért egy kicsit nagyobb rálátásom van az egész városra, és így a hetes választó körzetre is. Tehát én azt gondolom, hogy ez a kettő együtt sokkal hatékonyabban tud majd működni. Nem fog ez okozni feszültséget, tudnélik, azt tartják a várospolgárai, és ez valamelyest igaz is, hogy az a jó képviselő, a kijáró képviselő az igazi jó képviselő, aki, ha nem is az asztalt üti, mert ez az időszak már elmúlt, de mindent elkövet, a lobbizásban elmegy a legvégső határig, amíg teheti, hogy a saját körzetének kicsikarjon olyan dolgokat, ami nem biztos, hogy beférne a város büdzséjébe. Alpolgármesterként ezt viszont ön másként is láthatja, hiszen önnek az egész város érdekeit kell majd, vagy ebben a pozíciójában viszont az egész város érdekeit kell képviselni. Nem okoz ez majd feszültséget? Én nem hiszem. Külön tudom választani a két dolgot mindenképpen, és azt gondolom, hogy nem is fogok visszaélni azzal a fajta pozícióval, ami ugye ezzel az alpolgármesterséggel jár. Ugyanúgy... Nem a visszaélés, bocsánat, akkor rosszul tettem fel a kérdést, nem a visszaélésre gondoltam, hanem abban feszültséget, hogy az egyik a képviselői, választókerületi képviselői énjéből adódóan önnek lobbizni kéne, és mondjuk adott esetben saját maga ellen, mint alpolgármester ellen, hiszen önnek az egészet is képviselni kell. Értem a kérdést. Igen, tehát én ezt teljesen összeegyeztethetőnek tartom. Sőt, ahogy az előbb mondtam, reálisan fogom látni a dolgokat, képviselőként is, hogy tudom azt, hogy mit engedhet meg mondjuk a város egy adott körzettel kapcsolatban. Tehát én azt gondolom, hogy ez még egy jó dolognak is tartom ebből a szempontból. Hát hogy, a puding próbálja ez evés lesz. Igen, tehát hogy reálisan fogom látni azt, hogy mi az, ami megvalósulhat, de már a kampány során is ezt nagyon sokszor hangsúlyoztam, hogy a programomat is már ugye kezdtem úgy összeállítani, hogy abban tényleg olyan pontok legyenek, amelyek megvalósíthatók reálisan az előttünk álló jó pár évben. Önnek 3 éve maradt, a többiekkel szemben, akik ugye 5 évig képviselhetnek egy körzetet, nem érzi úgy, hogy le van maradva? Hogy több behozni valója lesz? Nagyon sok feladat áll a hetes körzet előtt, ezt ugye a kampány során is már kiderült. Nem érzem, hogy le lennénk maradva, ugyanis tényleg nagyon sok olyan beruházás áll már a tervezési fázisban is, amelyek a hetes körzetben meg fognak majd valósulni. Hallhatnánk néhányat. Tehát mi a legfontosabb? Igen, mivel fog kezdeni, mikor kimegy a hetes körzetbe? Ugye én is próbáltam a legégetőbb problémákra helyezni a hangsúlyt, a program összeállítása kapcsán is, és a kampány során is, és a lakosság visszajelzése alapján az utcák állapota, az utak állapota volt az, amely felmerült, mint ugye tarthatatlan helyzet. Itt már ugye vannak tervezési fázisban lévő utcák, vannak, melyik már csak a zöld lámpát kell megkapnia, például az Ady Endre utca kapcsán. Tehát elsősorban erre szeretnék fókuszálni, tehát arra, amire a választópolgároknak is maximális igénye van. Ezen túlmenően az utcák felújításán túl pedig, hát nyilván ami a mindennapi életüket érinti, itt a Vita műsor kapcsán is elhangzott ezek közül nagyon sok. Tehát itt gondolok az idősebb korosztályra, hogy az ő utazásukat megoldani városon belül a helyi autóbuszjáratok. Tehát én azokat a kicsi lépéseket akarom megtenni elsőként, amihez nem feltétlenül nagyon sok pénz kell, hanem egy hozzáállás, egy akarat, tehát egyfajta motiváció, ami tényleg pénz nélkül is, vagy nagyon kevés pénzből megoldható. Megvan az ideje, hogy mikor látogat a hetes VK-be először? Először... Mármint képviselő. Igen, először képviselőként az Ady Endre utca felújításával kapcsolatos lakossági fórum kapcsán fogok ellátogatni a körzetbe, de azt követően is tervezem, hogy nagyon sokszor szeretnék megfordulni a körzetben.
akár szervezet formában, akár ott sétálva tartani a kapcsolatot az emberekkel. Egy kicsit a többi pozíciójáról is. Beszélgettünk ezekről, és már kérdeztem is öntől, hogy nem érzi-e úgy, hogy hát egy elég nagy csukafejest ugrott a mélyvízbe, hiszen itt az alpolgármesteri pozíció okozta eddig, gondolom, a legnagyobb feladatot, legnagyobb munkát, de Fidesz alelnökeként is dolgozik. Beszélgessünk akkor először az egyszerűbbről, a Fidesz alelnökségéről. Merre tart most a Fidesz paksi szervezete? Úgy érzi, hogy a választás lezárultával bekövetkezik egy nyugalmi időszak, vagy még azért terveznek ott változásokat? Egyáltalán nem nyugalmi időszak következik. Ez csak egy állomás volt a Fidesz helyi csoportjának az életében. Nagyon komoly változások előtt állunk, én azt gondolom, és mindenképpen szeretnénk, ha a Fidesz helyi csoportja megújulna, sőt... Már ugye, megújult eddig is, igen, de ezt új emberek vannak szinte. Igen, de folytatni szeretnénk azt a fajta tevékenységet, amelynek során több olyan taggal bővülne a helyi Fidesz csoportja, akik tényleg dolgozni szeretnének itt ebben a csoportban. És bocsánat, itt gondolok arra is, hogy a fiatalokat is szeretnénk mindenképpen megszólítani. Mikor Hirt Ferenccel beszélgettem, akkor azt mondta, hogy nem akarnak nagy városi szervezetet, tehát max. 15-20 fős szervezet építésében gondolkodnak. Most hány tagja van a helyi Fidesznek nagyjából hozzávetőlegesen? Körülbelül 25-30 fő. Tehát akkor mégiscsak nőni fog, még hogyha új emberek jönnek. Igen, egy kicsit mindenképpen, de itt nem is a mennyiségről van szó, hanem én azt gondolom, hogy a minőségről is, és mondom még egyszer, hogy a fiatalokra is szeretnénk minél nagyobb hangsúlyt fektetni a Fidesznek a helyi életében. Alpolgármesterség beállt a napi munkarendje, most már elosztották úgy a feladatokat, hogy tényleg tudják egymás munkáját segíteni, most itt Süle János polgármesterre gondolok elsősorban. Igen, igen. Az elmúlt 2,5 hónapban azt hiszem annyi idő telt már el, hogy egy kicsit azért időzavarba is kerül az ember, mert nagyon sok dolog történt valóban az elmúlt 2,5 hónapban az életemben, de igen, tehát napi rendszerességgel tudunk polgármester úrral egyeztetni, és nagyon harmonikus a kapcsolatunk, munkakapcsolatunk, és támogatjuk is egymást a munkában, és valóban felosztottuk úgy egymás között a teendőket, hogy igyekeztem minél többet levenni polgármester úr válláról, amivel nem feltétlenül neki kell foglalkoznia, hanem mondjuk egy alpolgármesteri feladat, és én azt gondolom, hogy igen, beálltunk most már azért a munka kapcsolat során arra a pályára, hogy nagyon szépen együtt tudunk dolgozni. Amikor a mélyvízről beszélgettünk, akkor még arról is szó volt, ugye, hogy azért marad a történészkedés, valami, ha pislángoló lángon is, de marad. Ugye a tanítás is megmaradt önnek, legalábbis most az érettségéig még elvisz egy osztályt. Ebből most már úgy tudom, hogy a szóbeli, vagy az írásbelik, bocsánat. Igen. Írásbelik túl vannak. Utána búcsút mond teljesen a tanári pályának? Igen. Ha befejezte az érettség, a szóbeli érettségit követően igen. Tehát erre szólt a szerződésem, a munkaszerződésem, hogy a jelenlegi érettségiző osztályt leérettségiztetem. Nyilván, hogyha az elkövetkezendő években ugye úgy hozza a sors, hogy tanárhiány lenne, és valamilyen óraadóként esetleg megkeresnek, hogy szükség lenne a történelem oktatására valamilyen iskolában, akkor természetesen állok elébe, mert nem azért ez nekem egy olyan tevékenység, amit nagyon szívesen csinálok. Nem volt nosztalgiája most az írásbeli érettségén? A katedra után? Igen, de azt nem mondom, hogy nincsenek elvonási tüneteim, vannak elvonási tüneteim, ugye a tanítás kapcsán, de
de azért szerencsére annyi a feladat, hogy ezek elvonják a figyelmemet erről. Történészként előadásokat is tartott rendszeresen, tudományos történészkénti előadásokat. Ezeket tervezi, vagy most egyelőre úgy gondolja, hogy elég ez a három pozíció, amit betölt? Ősszel indul újra ez a sorozat. Én szívesen vállalom, ha érkezik a felkérés erre a feladatra. Én szívesen fogok tartani továbbra is ilyen előadásokat. Tehát ez nekem, mondom, nem jelent komolyabb megerőltetést, mert ez a hobbim, ha lehet úgy mondani, és ugye volt szakmám is, úgyhogy nagyon szívesen vállalom az ősztől is ebben a sorozatban való részvételt. Ugye általában a közéleti emberekkel kapcsolatban a közéletről szoktunk beszélgetni, de hát azért ön mögött egy család is áll. Hogy bírják a gyűrődést? Nagyon jól bírják. Azt még nem is említettem, hogy közoktatás vezetői szakvizsgát, pedagógus szakvizsgát kezdtem el 2 évvel ezelőtt, amit most fogok befejezni, ami azzal jár, hogy szakdolgozatot kell írni, államvizsgázni kell. Tehát még ez is ugye egy kicsit ugye teherként van a vállamon, de a család is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy így ilyen színvonalon, ilyen szinten tudom végezni a tevékenységemet, tehát abszolút a támogatásukról biztosítanak. Hát gratulálunk még egyszer a kollégáim nevébe is, meg nyugodtan mondhatom talán a nézők nevében is, és mit is kívánhatnánk, sok-sok erőt ehhez, hogy ezt a sokféle munkát húzamosabb ideig egészséggel bírja. Köszönöm szépen. Köszönöm. Nézőinknek is, hogy velünk tartottak. Köszönjük szépen, nézzenek bennünket továbbra is. Jövő hétfőn ugye pünkös lesz, akkor egy kicsit szüneteltetjük majd közéleti műsorinkat, de azt követően jelentkezünk újra kolléganőmmel, Dalló Szilviával. Viszontlátásra!